Sziasztok! Üdvözöllek titeket, Dr. Borszéki Péter 3-3 új videó. Itt vagyok megint az SXL Fitnessben, és most egy olyan témáról szeretnék veletek beszélni, ami nagyon-nagyon gyakran elő szokott fordulni klienseim körében is, és azt látom, hogy egy általános probléma a fitnessben manapság, mégpedig az, hogy az emberek többet akarnak edzeni, és nem pedig hatékonyabban. Én magamon azt vettem észre, hogy sokkal jobban fejlődök az elmúlt pár évben, amióta kevesebbet edzek, ahelyett, hogy többet edzenék. És miért lehet ez? Videóban kiderül. Nem egy, nem két embernél fordult már elő, hogy együtt dolgozunk, kiküldöm a terveket, és akkor meglepődik, hogy hát ő, mit tudom én, kétszer egy szettet szokott csinálni. Miért csak 8 szett van bicepsre, amikor ő eddig 18-at csinált. És akkor az szokott lenni a probléma a legtöbb esetben, főleg kezdőknél, hogy azt gondolják, hogy a több edzés fog ahhoz vezetni, hogy jobban fognak tudni izmosodni. Pedig lehetséges, hogy pont az ellenkező hatását érik el, ugyanis nem többet kell edzeni, hanem hatékonyabban edzeni, és ennek több előnye is van. Alapvetően képzeld el azt, hogy te kezdő vagy, és kezdőként 15 sorozatot akarsz csinálni mondjuk merre. Akkor hova akarsz tovább fejlődni? 18-szer, 20-szer, 22-szer, 25-szer? Nem biztos, hogy ő hatékony lesz se az időt szempontjából, se abból a szempontból, hogy ezeknek az elvégzett sorozatoknak a nagy része az úgynevezett trash volume lesz, ez a szakkifejezése az angol szakirodalomban. Ez azt jelenti, hogy ezek a sorozatok, amiket te elvégzel, nem hogy az izomnak a fejlődéséhez fognak hozzájárulni, hanem ahhoz fognak hozzájárulni, hogy nehezebben regenerálódsz. A cél ugyanis nem az, hogy minden oldalról, minden szögről szétbombázz a lábat, mert sokat hallom ezt is, még profi testépítő körében is. A lényeg az, hogy hatékonyan stimuláld az izmaidat, és a stimulációban progresszív túlterhelést tudjál felmutatni. Vagyis a sorozatszámon és az ismétlés számon, sorozatszámon, ismétlés számon, illetve progresszív túlterhelést tudjál felmutatni, vagyis az ismétlés számot és a súlyt tud időről időre növelni. Viszont, hogyha te túl sok sorozatot csinálsz egy bizonyos izomra, el fogom mondani, hogy honnan tudod túl sok, akkor azzal azt fogod elérni, hogy a fáradtság fog egyedül felhalmozódni. Simán lehetséges, hogy te mondjuk 6-8 sorozattal, most csak mondtam valamit, de hogy kinek mennyi, az meg ki fog derülni, lehetséges, hogy te már 6-8 sorozattal is nagyon jól fejlődnél, és a 8 sorozat, amit már elvégzel heti szinten, a fölött annyit érsz el vele, hogy a regenerációt és az adaptációt elodázod. Miről beszélek? Leegyszerűsítve. Alapvetően, hogyha te a súlyzós edzéssel valamekkora terhelésnek kiteszed az izmaidat, akkor ebből regenerálódni kell, hogy visszajön nullára, és a maradék erőforrás tudja a szervezeted az adaptációra fordítani, vagyis arra a folyamatra, aminek a következtében te izmot fogsz tudni építeni. Ugyanis nem csak az a lényeg, hogy regenerálni tudjanak az izmaid a terhelésből, mert regenerációra szükség van, hiszen megdolgozhatod őket. De kell, hogy legyen egy inger, aminek következtében az adaptáció is megtörténik, vagyis a regenerációs költségeken fölül még legyen nekünk nyersanyagunk úgymond arra, hogy izmot is építsünk. Remélem, hogy tudtok követni. Szóval, hogyha te minél is alkalommal, ami a csőn kifér, amennyi a csőn kifér, leharcolod magadat, akkor előfordulhat, hogy idő után nem hogy megáll a fejlődés, hanem túledzésbe is csap át az egész dolog, és saját magad ellen fogsz dolgozni, több munkát végzel, teljesen fölöslegesen. Próbáljunk meg inkább hatékonyabb munkavégzésre összpontosítani, annyi sorozatot csináljunk egy héten, amelyből fel tudunk épülni úgy, hogy a progressziónak is helyet adjunk. Nálam is ez történt, én is elvégeztem 15-16 sorozatot, kemény sorozatot perizom. Nyilván, hogyha az ember nem edz elég keményen, akkor lehetséges, hogy meg tud csinálni 15-16-18 sorozatot per hét, és sok perizom, és sok esetben ez is szokott lenni a probléma. Ugyanis, hogyha nem kezdel kellő intenzitással, akkor nem lesz meg ez a megfelelő inger. Megcsinálsz te millió és egy sorozatot egy bizonyos izomra, nem azt mondom, hogy nem fogsz fejlődni, de sokkal kevésbé fogsz tudni fejlődni, mint hogyha kevesebb sorozattal, nagyobb intenzitással dolgoznál. És a legtöbb ember az nem tud egészen egyszerűen valóban elmenni bukás közelébe. Ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen, minden sorozatot el kellene vinni bukásig, mert nem feltétlenül ez lesz a jó, pláne kezdőként, amikor még nincs akkor a regenerációs kapacitásod, viszont érdemes időnként elmenni bukásig, annak érdekében, hogy fel tud mérni, hogy te gyakorlatilag mennyire közel is voltál bukáshoz. Lehet, hogy te
mondjuk használod az RP skálát, hogy a Rate of Perceived Distortion, ez azt jelenti, hogy milyen nehéz az adott sorozat, hogy ez 1-től 10-ig terjedő skála, 10, amikor bukásig edzettél, 9, amikor még egy van a tankban, úgymond 8, amikor 2, és lehet, hogy azt gondolod, hogy te most edzel egy RP 8-al, vagyis még 2 ismétlést tudnál csinálni, aztán megnézed, hogy tényleg 2-t tudnék még csinálni, és mit csinálsz 5-6-ot. És legtöbb esetben ez szokott lenni azokkal is, akiket én edzek online körülmények között, és nem edzenek kellő intenzitással, és azt gondolják, hogy a több edzés az a megoldás az izomtalanságnak a problémájára, miközben a hatékonyabb, kontrollált mozgással végrehajtott bukás közelében elvégzett edzés lesz, bukás közelében vitt munka lesz az, ami izom hipertrófiát, izom keresztmetszet növekedést fog tudni generálni. Hogyha te már elértél egy bizonyos edzettségi szintet, és mondjuk hetente 10 sorozat már valóban nem elég ahhoz, 10 kemény, 10 bukás közelébe elvitt sorozat, nem elég ahhoz, hogy fejlődjél, akkor el lehet gondolkozni azon, hogy rendben, akkor nekem már van ott az edzettségi szintem, hogy valamivel nagyobb sorozatra, valamivel több sorozatra van igényem. És nemrégiben egyébként megnéztem, Chris Bumstead tette fel a hátedzését, és tudjátok, hogy mennyi hátgyakorlatot csinálsz per hét? 12-13. Tehát, hogyha egy négyszeres Mr. Olympia versenyzőnek, Mr. Olympia győztesnek elég egy nagyobb izomcsoportra heti 12-13 sorozat, bukás közelébe elvéve, nem az összes bukásig, bukás közelébe elvéve, akkor még gondolod, Gibbs Jakab 13 évesen kezdő sportolóként, hogy neked 18 gyakorlatot kéne bicepsre csinálnod, jó? Szóval ne a több edzésben keresd a fejlődésnek a nyitját, hanem a hatékony, kontrollált munkavégzésben, és annyi sorozatot végezzél, amiből föl tudsz épülni. Honnan tudod ezt meg? Erre nincs egy olyan képlet, amit most így a szádba tudnék rágni, hogy innen tudod, ennyi kiló vagy, ennyi íz, és a többi. Ez nem így működik, ez úgy kellene működni, hogy kikísérletezett, szóval lehet a tiéd a világ legjobb edzője, akkor is szükséged van arra, hogy valamelyest megtapasztalt, hogy a te szervezeted mekkora terhelésből tud felépülni. Én azt szoktam javasolni, hogy nagyon-nagyon kezdőként végez mondjuk 6, nem több, mint 6 kemény bukás közelébe elvitt sorozatot, és nézd meg, hogy tudtál-e regenerálni. Következő edzése, tudsz-e ugyanakkor a teljesítményt nyújtani, vagy picikével nagyobbat? Hogyha igen, akkor majd egy kicsikét följebb, jó? Nem kell folyamatosan növelni, de mondjuk egy-két hetente egy-egy sorozatot, egy-egy kemény sorozatot beiktatsz, és előbb-utóbb meg fogod találni azt a heti sorozatszámot per izom, aminél te ideális körülmények között tudsz fejlődni. Kicsit az nehezíti a dolgot, hogy egy bizonyos szint fölött már nem fogsz tudni minden héten plusz egy ismétlést csinálni, vagy plusz egy kilót föltenni, viszont higgyétek el, hogy ez sokkal később fog megvalósulni, akár évek is tehetnek ki, hogy szinte minden egyes alkalommal tudjál, mondjuk két hétről két hétre tudjál valami picikét emelni, de ez a progresszió, ez a valami picikét emelés, ez sokkal hatékonyabb lesz hosszú távon, mint hogyha állandóan plusz egy sorozatot akarsz beiktatni, és hamar egy falba fogsz ütközni, amikor is már nem fogsz tudni regenerálódni, és nem hogy hozzáfogadni a teljesítményedhez, hanem el fog tudni venni belőle, vagy minimum stagnálsz. És ezért van az, hogy sokan nem is az, hogy 10-15 éves edzés múltal, vagy pláne olyan fizikummal, ami azt feltételezné, megállnak, hanem egyszerűen egy ilyen túledzés közelebbi állapotba is kerülhetnek akár, vagy csak egyszerűen, ha bár regenerálni tudnak, de nem marad erőforrásuk arra, hogy valóban izmot is tudjanak építeni, vagyis a regenerációnak megtörténte után az adaptáció fázisába át tudjanak lépni. Én esetemben az azt jelenti, hogy heti szinten nagyjából egy 10 és 12-ös kemény bukás közeli sorozatot szoktam elvégezni. Ez nyilván valamennyire változó, lehetséges, hogy valakinek jóval kevesebb is elég, és lehetséges az is, hogy valakinek egyszerűen ténylegesen nagyobb pihenővel, progresszív túlterés mellett is több sorozatra van szüksége. Valamilyen szintén kísérletezést igényel, szakirodalom 10-20 közötti kemény sorozatot szokott ajánlni, bár a mostani kutatások már inkább 8 és 15 közé szokták lőni, én így való ezek alapján, hogy középen helyezkedek el, de általában ez a legtöbb ember számára jó lesz. Férfiak számára. Nőknél azt mutatják a tanulmányok, hogy kicsikét több volumenből is képesek regenerálni, szóval lehetséges, hogy általánosságban a hölgyek nem képesek akkora súlyt megemelni, viszont a volumen toleranciák egy picikével magasabb, szóval én is az utóbbi időszakban egyre több hölgyet kezdtem el edzeni, tapasztaltam, hogy bizony több munkából képesek regenerálni, és hölgyeknél előfordult ez a 10-12 sorozat, ez nem lesz elég, hanem csinálok még 15-18 valóban kemény, lehet, hogy kisebb sor, de valóban kemény sorozatot, annak érdekében, hogy fejlődni tudjanak. Jó? A legeslegjobb, amit tehetsz viszont a fejlődésed érdekében az az, hogy letöltöd a Noex applikációt, link a leírásban, ugye, és itt profin összerakott progresszív túlterheléssel operáló férfi és női kezdő, haladó és profi edzéstervekkel is találhatsz, találkozhatsz, hazai szakma legjobbjaitól. Gyergyószegi Feri, Kismars, Kisanna, nekem is vannak bent terveim, szóval tényleg hazai szakma legjobbaitól származó edzésterveket használhatsz, miközben több mint 200 recepthez is hozzáférést kapsz,
valamint bekerülsz egy közösségből, már több mint 300-an vagyunk, és folyamatosan válaszolunk a kérdéseitekre, bármilyen kérdést is tegyél föl, én is a szakértők válaszolok neked, szóval ez egy ilyen egész hónapban tartó Q&A, úgyhogy gyere és csatlakozz hozzánk. Ez a videó, ez pedig ennyi volt, tanulság, amit érdemes elgondolkozni, hogy ne a több edzés felé próbálj meg orientálódni, hanem a hatékonyabb munkafégzés felé, bukás közelébe történő munkát próbálj meg kifejteni, és hidd el, hogy kevesebb edzésre is jobban fogsz tudni fejlődni. Köszönöm szépen, hogy velem voltál, remélem, hogy tetszett a videó, hogy igen, akkor iratkozz föl, dobj egy lájkot, esetleg kommentelj, és következő videó alkalommal találkozunk, és sziasztok!